két hatalmas tábla hirdeti, hogy ezen a most még gazos területen építik meg a szexuális tudásközpontot. A Modern Városok program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és a levéltár, de előadó, oktató, kiállító termeket és relaxációs szobát is építenek. Ezen kívül 62 parkolóhelyet alakítanak ki az épületegyüttes körül. A városképi szempontból is egy lényegeset lépünk előre, hiszen a mögöttem jelenleg található gazos terület helyén fog megépülni az ingatlan, és egy új városképet hoz majd ide a vasúti átkelővel szemben. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy új közösségi telek jönnek létre itt a fiatalok számára, az ő igényeiknek is szeretnénk megfelelni azzal, hogy itt lesz lehetőség beszélgetni, akár nem is kell fogyasztani, csak egyszer jól nézik magukat. A kétszintes pincével is rendelkező tudásközpontot úgy tervezték meg, hogy azt akár évtizedek múlva is úgy lehessen átalakítani, hogy hatékonyan szolgálja ki az akkori kor igényeit. Ez az épület úgy készül el, hogy a könyvtári terekben nincsenek falak, hanem bútorzat, a berendezés tagolja a területet. Tehát, hogyha a jövőben az a fajta elképzelés alakul ki, hogy nem így és nem ilyen módon van szükség a könyvtári terek használatára, akkor alkalmasak legyünk arra, hogy viszonylag könnyen építészeti beavatkozás nélkül újra tervezhető legyen. A szexuális tudásközpont építése a tervek szerint ősszel kezdődhet el, az épület átadását pedig 2021-re tervezik. A munkálatok addig végig online nyomon követhetőek a www.tudásközpontszexuális.hu internetes címen.